egy új szó, ami mindenhez kapcsolódik, tehát egyfajta gesztus festő is, az indulat, a dinamika ebben a vonal formaképzésében rendkívül jelentős. És hát ki kell mondanunk a szót, hogy ő egy igazi virtigli expresszionista festő, akinél a kifejezés ereje rendkívül fontos, és semmi közel. Ugye a manapság nagyon sok olyan képet látunk, amikor a festők szinte arra törekszenek, bár a közönyt filozófiának magyarázzák, de mégis ez már értelmezés kérdése. Jóskánál minden érzésből és minden közönyi ellenességből következik. Talán úgy mondanám, hogy ugyanakkor minden a meditáció nagyon fontos mindebben a lelkületben. A szubjektív érzéseit vetíti ki tehát számunkra egyfajta különös tárgyi világban, hiszen nem absztrakt, nem elmondt ez a festőiség, izgalmas ennek a figuratív elemeit is látunk, de mindezt ő átírja a maga lendületével, amihez hozzá kell tennünk, hogy nem válik mindez partalanná, mindenben egy nagyon erős tudatosságot is érezni. Néha úgy érezzük, hogy olyan véletlenszerűen vannak jelen vonalak, foltok, nem. Ha megnézzük a képet, nagyon jellemző tudatosság érezhető ezeken. Még azt mondanám, hogy egyfajta sajátos ritmus jellemzi, a mozgás időközönkénti tagolása, mint egy ütemeket fogalmaz meg a képeiben, ahol fontos egy ismétlődés is, ugye egyfajta repetitív szemlélet látjuk néha, ahol nyomóformákat alkalmaz, ahol ismétlődik, megjelennek ugyanazok a motivumok, bevallható néha egész profán anyagokkal, de mindez lesz tulajdonképpen eredeti festőiség. Ami nagyon izgalmasá teszi még, hogy ellentétek találkoznak ebben a festőiségben, a látvány tehát és az elmondtságnak a kettősége, a dráma és az irónia, amit említettem, a lazaság, tehát van azért ebben valami könnyedség, de ugyanakkor nagyon fegyelmezett, mint ahogy erre szintén utaltam, és azért kimondom, természetesen egy 21. századi szorongás. Ezzel az expresszív szemlélettel benne van ebben a képi világban, a felszabadultságával együttesen. Hát azt gondolom, hogy mindezt foglalja össze, nagyon plasztikusan ez a kiadvány, azért Gyuska nem csomagolta ki, hogy önök addig, amíg a kiállítás nyitás le nem bonyolódik, ne lapozzanak vele, vagy esetleg csak azt nézzék, hogy kiállítás. És most viszont majd lehetőség lesz erre. Hát az igen nagy érdem, hogy mintegy 100, úgy látom, 100 színes mintáfotó, vagy körülbelül annyi van benne, ez nagyon-nagyon nagy eredmény, ráadásul összevethetik a színminőséget, ez ritka alkalom, hogy megfelelő-e, és hát a minden technikájából igen jó a fotóanyag, láthatunk, akrőt, akvarelt, vegyes technika, sőt az asszamblázsai valami egy külön világnál, ebből is van egy összeállítás. Jóska tervezte maga az arculatát ennek a kiadványnak, ami nagyon kulturált és nagyon jó, és hát külön hadd említsük meg, hogy a Pharmapress támogatta a kiadványt, Dávid Ferenc és felesége, Dávid Ferencnek Kovács Katalin, külön köszönet, hogy Jóskán segítették ebben a munkában. Kedves barátaim, 1989-ben rendezte Magyar József az első önálló kiállítást, körülbelül majdnem pontosan 20 év telt el azóta, és nagyon nagy pályaívet rajzolhatunk föl. Nagyon fontos ez a fejlődés és ez az előrehaladás, aminek csak a formai jegyeire hadd utaljak, hogy épp a legutóbbi évben két olyan szervezetnek lett tagja, ami nagyon ritka, hogy ilyen rövid intervallumban mind a kettő tagjai sorában fogadja a festőt. Egyrészt a Képzőnszög Szövetsége festőszakosztálya, másrészt a Magyar Festők Társaságának is tagja lett. Ez is bizonyítja tehát a szakmai emelkedését. Örömmel nyitom meg a kiállítást, és nagy örömmel ajánlom figyelmükbe a kiadvány. Mind a kettő azt gondolom, hogy nagy felfedezés számunkra. Köszönöm szépen. Muszáj megszólalnom, és csak a köszönet hangján, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek kiállításomat megnézni. Másrészt külön köszönöm újra Dávid Ferencnek, Dávid Ferencnek, illetve a Pharmapressnek, hogy sikerült ezt a kiadványt kiadni. És külön köszönöm Feldi Balázs értő és jó szavait,
és köszönöm az intézetnek, Sári Zoltán igazgatónak, hogy lehetőséget adott itt a bemutatkozásra. Nem szeretném tovább húzni az időt. Remélem a képek szólnak helyettem. Köszönöm szépen. Kérem, tekintsék meg Major József úr kiállítását és egy kisebb vernisszázsra, vendéglátásra, mert közösen a Jóbor Józsinak köszönhető, a pogácsák egyrészt szintén neki, a kevésbé jó pogácsa pedig az intézetnek a vendéglátását bizonyítja, tehát közösen szerveztük meg, ahol gondolom, és a közben is József egy-két dedikált példányon tudja köszönteni megjelenteket. De ezt én csak úgy magam tudtam. Kérem, tekintsék meg a kiállítást a szívükre. Köszönöm szépen!